Kárpátalján élő minden nemzetiség számára van egy közös történelem. Ezek a mi közös történelmi gyökereink, amelyekből erőt meríthetünk a ma problémáinak megoldásában és a ma küzdelmeinek megvívásában. Ez a közös történelem egyúttal a mi békés egymás mellett élésünket, az egymás iránti tiszteletet és toleranciát és az együttműködésünket is erősíti, amire szintén nagyon nagy szükség van a mában, különösen akkor, amikor oldalról minket provokálni próbálnak és egymásnak uszítani. Mi ezt nem fogadjuk el, és továbbra is együtt akarunk működni. És az itteni közösség is láthatja, hogy Magyarország révén és a magyarok révén mekkora támogatások érkeznek a településre, az ukránok, az itteni ukránok és ruszinok számára is. Miközben Kijev a háborús helyzet és a gazdasági válság miatt nem tud segíteni, Magyarország segít különböző szociális intézmények felújításával és a történelmi emlékeknek a visszaépítésével és ezáltal a jövőnek megmentésével, illetve hát lehetőséget teremt a közösség számára a turizmus fejlesztésére, hiszen ez az objektum, ha felépül, egyúttal lehetőséget teremt arra is, hogy itt a magyar oktatás újra beinduljon, amelyikben mi is érdekeltek vagyunk, de nagy az érdeklődés az itteniek számára részéről is, hogy szeretnék, hogyha itt újra lenne magyar oktatás, és lehetőséget teremt arra is, hogy a turistáknak célpontja legyen, hogy ne csak az ungvári várat vagy a nevickei váromot látogassák, hanem majd ezt az objektumot is, ezt a kastélyt is. És így, ha ide eljönnek Szerednyére, akkor a turisták számára itt még sok minden más is fel tudnak kínálni, hiszen a szerednyei borospincék, a szerednyei szőlő és bor, az rendkívül finom és csalogató a turisták számára, és ez elősegíti a helyi közösségnek a megerősödését, és lehetőséget biztosít a helyiek számára a megélhetéshez. Így tudjuk mi egymást segíteni, így tudjuk mi egymást segítve fejleszteni a vidékünket, és nem csak a túlélést biztosítani ebben a nehéz mai helyzetben, hanem megteremteni a fejlődés alapjait, és produkálni is egy olyan fejlődést, amivel mutatjuk a világ felé, Ukrajna felé, hogy itt Kárpátalján a különböző népek együttműködve képesek egy komoly fejlődést elérni, és ebben a fejlődésben jelentős szerepet jár a magyarországi támogatás, ami által az itteni magyarságot, az itteni népet a szülőföldön való maradásra is készteti, illetve lehetőséget teremt arra, hogy ez a magyarság itt magyarként megéljen, és a kárpátaljak itt békében, barátságban, együttműködésben tovább éljenek és fejleszék a vidéket.